Tisztelt Országgyűlés, Ungár Péter, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének. Mikor oldja meg a kormány a gondoskodási válságot címmel? Miniszter úr, halaszhatatlan közfeltellátása miatt válaszadása Rétvári Bence államtitkárt jelölte ki. Kérdezem, képviselőt, elfogadja a válaszadó szemét. Igen, önné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen. Jelenleg is folyik a szociális szektor érdekvédelme és a kormány között a tárgyalás. Jelenleg ma Magyarországon 130 ezer forintot keres egy gyógypedagógus, jelenleg ma Magyarországon sok esetben a segédápolónak a szociális intézményekben kevesebb a fizetése, mint a gépkocsi vezetőnek. Az a helyzet, hogy ez az a szektor, ami az elmúlt 9 évben semmilyen jelentős béremelést nem kapott. Az a statisztika, amit államtitkár úr el fog mondani a 130%-ról, mint pótlékra vonatkozik, nem az alapbérre. Állításunk szerint Magyarország addig nem lesz erős, amíg 84 fogyatékos emberre 2 darab segédápoló jut egy műszakba, addig nem lesz Magyarország erős, amíg Ausztriában úgy dolgoznak Güssingben, meg más helyeken a nyugati határszélről kiment segédápolók, ápolók, szakápolók, illetve konduktorok, hogy tulajdonképpen magyar névtáblán kívül mást nem lehet látni. Ennek az az oka, tudja, hogyha jelenleg majd szakápoló kimegy Güssingbe dolgozni, mondjuk egy vasmegyei intézményhez képest, többet keres, mint Magyarországon az intézményvezető. Ez az, amit a magyar kormány nem tudott a 10. éven megoldani. Arra kérem, hogy most, hogy folytatják a tárgyalásokat a szociális szektorral, egyesítség, végzettség alapon tegyék átjárhatóvá a 3 bértáblát, növeljék meg legalább 50%-kal az alapbért, és végre érjék el azt, hogy ne elmenjenek ebből a szektorból, ami az előregedő társadalomban egyre fontosabb lesz, hanem jöjjenek. Az a helyzet, hogy ma Magyarországon más összeget ér egy olyan ember diplomája, aki mondjuk öregek otthonába dolgozik, valahol, mint egy ugyanolyan ember, ugyanazzal a diplomával, aki egészségügyi intézményben dolgozik a demencia osztályon. Ezt egyszerűen nem lehet megmagyarázni. Nem lehet megindokolni, miért van az, hogy ma még mindig ilyen alacsony a szociális szektornak a bére, és arra kérem, hogy a tárgyalások során emeljék meg jelentősen a szociális szektor dolgozóinak bérét. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Arra törekedtünk az elmúlt években is, hogy pedagógusok, orvosok, ápolók, szociális dolgozók egyaránt többet keressenek és évről évre tudjanak előre lépni. 2014-ben először ágazati bérpótlékot vezettünk be, majd a következő évben ágazati bérkiegészítést, ezt nagyon jól ismeri, majd pedig összevont bérpótlékkal igyekeztünk továbbra is növelni jövedelmeket. Nyilván sok mindenkire kiterjedt a szakmunkás minimálbérnek is a nagymértékű emelése, így összességében egy 60% körüli jövedelem emelkedésről beszélhetünk a szociális szférában is. Miért veszélyes az a javaslat, amit ön mond, hogyha betartottuk volna azt, amit önök követeltek már a béremeléskor is, hogy az alapbérbe tegyük be a bérpótléknak, bérkiegészítésnek az összegét, akkor hiába emelkedett volna az meg, tevődött volna rá a korábbi fizetésre, akár annak egy részét a szakmunkás minimálbérnek az emelkedése eltüntette volna, hiszen az alapbérbe építve ez nem rakódott volna rá pótlékként. Azzal, hogy ezt pótlékként rátettük, 10.000 vagy több 10.000 forintos előnyben is vannak ma a szociális dolgozók ahhoz képest, amit önök mondanak, mert ha az alapbérben lenne, akkor összecsúszna a pótlékosoknak a bére és a szakmunkás minimálbéres bér. De természetesen mi azt szeretnénk, ha mind a kettő a továbbiakban is emelkedni. Amit ön mond, tisztelt képviselő, hogy egészségügyi végzettséggel rendelkező személyek másként keresnek, akkor, hogyha a szociális szférában dolgoznak, mint az egészségügyben dolgoznának. Körülbelül 3000 ember van, aki egészségügyi végzettséggel, egészségügyi munkakörben dolgozik a szociális szférában. Ők nem is a szociális bértábla alatt vannak, hanem körülbelül 2-3 évvel ezelőtt hozott döntésünk révén ők átkerültek az egészségügyi bértáblába. Ha tehát egészségügyi végzettséggel, egészségügyi munkakörben is dolgozik valaki a szociális szférában, akkor az egészségügyi bértábla szerint keres. De természetesen arra fogunk törekedni, amit ön is mondott, hogy a továbbiakban is emelkedjenek a bérek. Emlékszünk 2010 előtti időszakra, az önök újdonsült szövetségeseinek az időszakára, amikor egy havi bért csökkenthettek, a szociális szférában is elvettek az emberektől egy havi bért, mi pedig az elmúlt időszakban igyekeztünk minél nagyobb béremelésre, 60%-ra futott eddig, szeretnénk többet is, erre is fogunk törekedni a következő években. Köszönöm szépen, államtitkár úr, viszont válaszra megadom a szót, képviselő, parancsoljon. Tisztelt államtitkár úr, amit elmondott a 3000 fővel, az a kisebbsége azoknak az embereknek, akik egészségügyi végzettséggel dolgoznak a szociális szektorban.
Az, hogy mi egészségügyi munkakör, azt nagyon nehéz megállapítani például a demenciával kapcsolatos gondozási feladatoknál. Összecsúszik az, hogy mi a szociális és egészségügyi munkakör. Ezek integrált rendszerek, holisztikusan kéne működtetni, és tehát ez egyszerűen kisebbségre vonatkozik, a többségnél nem így van. A másik pedig az, hogy mindannyian tudjuk, hogy azért pótlékokban adják a béremelést, hogy önöktől függjön ez az ágazat. Hogy ne az legyen, hogy utána mindig automatikusan emelkedik, hanem azért, hogy külön kuncsorogni kelljen minden egyes 10-15%-ért, hogy utána azt minden egyes alkalommal be tudják jelenteni valamelyik médiájukba külön. És végezetül annyi, arra az egy kérdésre válaszoljon nekem. Ön szerint rendben van-e, hogy egy értelmi fogyatékosok nappali otthonában jelenleg egy gyógypedagógus 130 000 forintot keres? Rendben van, vagy nincs rendben? Ne azt mondja, hogy a sztójai kormány alatt mi történt, meg hogy amikor én érettségiztem, akkor ki mit csinált, hanem arról beszél, hogy most rendben van-e, hogy 130 000-et keres egy gyógypedagógus, vagy nem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont válasz illeti meg államtitkár urat, önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen. Egyikük érettségére se tértem ki szerintem, de lehet, hogy majd lesz egy felszólás, amikor ez lesz a téma. Tisztelt képviselő, mi ebben az ágazatban fejleszteni szeretnénk? Bárkit néz meg, annak a bére jóval magasabb, mint volt 2010-ben vagy 2014-ben, azzal 60%-kal, amiről már beszéltem. Fejlesztési irányunk másik fontos része a béremelésen kívül a szakápolási otthonoknak a létrehozatala. Egy újfajta jogi minőség, egy újfajta ellátási forma, amiben a szociális szférában jelenleg levők még magasabb fokú, amit ön említett, egészségügyi ellátást is kaphatnak, és még magasabb fokú szociális ellátást. Mi ebben a körben igyekeztünk előrelépni bérben is, ellátási formában is. Bízunk benne, hogy a szakápolási otthonok beváltják azokat a reményeket, amelyeket fűzünk hozzá. Látni fogják az emberek, hogy ez egy jobb minőségű, valahol az egészségügy és a szociális ellátás határán levő ellátási forma lesz, egyre népszerűbb lesz. Éppen ezért volt fontos az otthonápolásnak is a bővítés, ön is tudja, jóval több embernek tudunk most már az otthoni gondozásban is segíteni, mint 2010-14-ben. Mindenhol, minden egyes területen igyekeztünk előrelépni, többet nyújtani az embereknek, nagyobb biztonságot adni a rászorulóknak. Köszönöm szépen!